Na sziasztok srácok, én Black vagyok, itt vagyunk egy következő videóval, és ebben a videóban pedig nem más fogunk csinálni, mint a Granny házba fogunk belemenni konkrétan, és akkor így, hát ez konkrétan egy ilyen horror pálya, szerűség, féleség, ha lehet így fogalmazni, és meg szeretném nektek ezt mutatni, meg ki szeretném ezt vinni egyébként, úgyhogy olvassuk el a játék leírását, tulajdonképpen ez az egész egy telefonos horror játékból jött, a Granny Horror nevű játékból, és ezt átvitték ugye ide Minecraftba, és mi ne? Próbáljuk ki. Szóval, a játék, Granny Horror, a cél, hogy megtaláld a kulcsot és kijuss a házból, de ez nem lesz egyszerű, mert a gonosz Granny egy élő, halott, idős nagymama üldöz, és ha megtalál, darabokra szaggat. Úgyhogy megpróbálunk életben maradni és megtalálni azt a bizonyos kulcsot és kijutni a házból. Szóval, akkor srácok, menjünk be a házba. Jó. És ilyen ládákba kell találni konkrétan a kulcsot. Hát ebben rohadtul nincs semmi. Van valami nappali féleség. Ebben sincs semmi. Előre nem látok senkit. Nem mint hogyha félnék az ilyenségek. Sincs semmi. Ebben sincsen semmi. Még valakit, srácok. Oké, jó, hát ezt én itt kikerültem. Egyelőre nagyon királyak vagyunk. Jó. A kulcsot meg kéne találni valahol, és akkor nagyon jók lenne. Merre van itt a kulcs? Mert ugye hát ki nem tudunk menni. Jó, ebbe a ládába sincs. Akkor bejünk ebbe a nappali szerűségbe. Sincs itt semmi. Ebbe sincs semmi. Ebbe sincs semmi. Srácok, nem tudom, hogy merre van. Basszus. Jön itt. Elbújunk. Jó. Nézek. Jó, én úgy látom, hogy itt nem lesz. Jó, akkor felmegyek az emeletre. Oké. Okay. Az emelet egész kellemesen néz ki. Ebben a ládában sincsen semmi. Csak arra nagyon figyelek, hogy nehogy hátunk mögé jöjjön, mert itt valami jumpscare belénk jön, és szívrohamot kapok. Ebben a ládában sincsen semmi. Nem hiszem. Na jó, meg kell találnom a kulcsot. Ebben sincs semmi. Ebben sincs semmi. Ebben. Basszus! Kezdhetem előről. Na úgy látszik, újra életünk, srácok. Hát jó, oké, hát majdnem befostam, nem számít, akkor jöhet a második próba, és go, together. Na, jaj, az előbb is olyan váratlanul ért engem, hogy nem akarok még ezzel a nagyival találkozni, ha meg lehet. Jó, én inkább itt el is megyek, ugye itt a földszinten megnéztük az előző menetben itt nem volt a kulcs, bár nem tudom, hogy a kulcs a pozícióját változtatja, de szerintem nem változtatja. Keressük meg a kulcsot, srácok. Az előbb itt voltunk, amikor ránk talált, úgyhogy itt nem leszünk valami biztonságban. Ahogy látom, hogy a földszinten van, úgyhogy megpróbálom az emeletet addig átnézni, ameddig csak lehet. Szerintem itt már mindent megnéztem. Basszus. Jó, feljöttünk ide a sötét padlásra, hát ez... Kész. Jó. Remélem itt lesz valahol a láda. Mindjárt összefosom magam a srácok. Hol a fenébe van az a kulcs? Ki szeretném vinni ezt a pályát? Sincsen kulcs, ebbe sincsen kulcs. Hol a kulcs? Hol? Ott tovább lehet menni.
Van még egy padlás? Még egy padlás. Meghalsz! Meghalsz! Jelen. Ugye nem az, hogy itt nagyon könnyebben elkap, vagy valami. Bücs, kulcs. Nincs itt a kulcs, ez hihetetlen! Basszus! Gyors, fel! Na jó, innen nem tudok kimenni. Srácok, innen nem tudok kimenni. Mit csináljak? Lent van még? Nézzük itt lentre a létrára. Vegyeget, de nem... Jó, kiment ki. Nem ment ki. Földszint. Már földszint. Jó. Srácok. Tényleg nem tudom, merre van a kulcs. Na jó. Pont most ment le, jó? Valahol valami titkos helyen lehet ez a láda, de nem tudom merre van, srácok. Egyszerűen nem találom a ládát. Ebbe sincsen. Na jó, srácok, itt szerintem itt mindent átnéztem. Visszamegyek a padlásra. Csak az a baj, hogy most az életem is elfogyott. Most nem tudom, hogy ez a pálya visszatölti az életemet, hogy elfogy. Ez lenne a lényege. Jó, én felmegyek akkor a padlásra még egyszer. Megnézzük azért még egyszer ezt a padlást, srácok. Akkor leslusszolunk. Ide szépen. Megnézzük itt még egyszer a ládákat. Végig néztük az összes ládát, srácok, és egyszerűen nem találtuk. Itt így valamerre vagy. Ott egy láda! Megvan a kulcs! Srácok, megvan a kulcs! Már csak ki kell jutni! Hogyha nem jutunk ki, akkor viszont ugyanúgy el tud kapni minket kulcssal együtt is, és az a baj, hogy most nem tudunk futni. Srácok, felmegyek a második padlásra, nem tudom, hogy fel tud jönni. Srácok, feljövök ide. Oké. Megvárjuk, míg elmegy, vagy nem tudom. De legalább megvan a kulcs. Ennyi jó. Pozitív dolog. Az egészben. Ne. Ne, srácok, közeledik. Ne. A rohadt életben. Srácok, most már legalább tudjuk, hol van a kulcs, de megint olyan szívinfarktus rohamot kaptam, hogy szerintem a mentő fog elvinni egy harmadik ilyen esetnél, úgyhogy let's do this, srácok, kivisszük. Szóval felmenjünk az emeletre, nincs itt se. Jó, ott van, srácok, gyors, menjünk a padlásra. Oké, padlás. Kókálok, nem ezen az oldalon van, másik oldalon, ott a nyíláson, ott a tetőnél. Itt van. Oké, megvan a kulcs, srácok. Ott van lent a Granny. Megpróbáljuk úgy kivinni ezt az egészet, hogy... Jön, közeledik. Megy el. És közeledik. Fontos, hogy ne nézzünk a szemébe, ez konkrétan olyan sáncok, mint a pokoli szomszédok. Akkor lemegyünk ide az emeletre. Jó, és most már srácok! Ott van! Srácok! Felmegyünk gyorsan a padlásra! Júj! Ott van! Gyors! Ki akarok menni az ajtón! Ki akarok menni az ajtón? 3 2 1 és... Srácok, kinyitottuk az ajtót. Kijöttünk a házból. Hú, kivittük a játékot.
Na jól van, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Sikerült kivinnünk a pályát, remélem tetszett nektek. Egyébként, hogyha még esetleg nem tetted volna meg, akkor dobj egy hatalmas lájkot, mert a következő hasonló ilyen tök jó kis videó 600 lájk után jön, úgyhogy csapasd azt a lájkot is, iratkozz fel. Én nagyon szépen köszönöm a 20 000 feliratkozót, egyre többen vagyunk, és nagyon királyok, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!